Gazdasági törvénytervezettel folytatjuk műsorunkat. Alaposan felforgatja a szelektív gyűjtés rendszerét az uniós követelményekkel szinkronba hozott új jogszabályi elképzelés, ha az a jelenleg nyilvánosságra hozott formájában valósul meg. A tervezetet még karácsony előtt kellett volna törvény erőre emelni, ám ez még jó ideig várat magára, mert rengeteg vitát és módosító javaslatot generált környezetvédők és a hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek cégek körében. Előbbiek a hulladék megelőzés konkrétumait hiányolják a szövegből, utóbbiak pedig versenykorlátozástól tartanak. Az új szabályok a magánemberek életében ugyancsak radikális változásokat hoznának, akik a hulladékgyűjtő szigetek használatához is lassan szoktak hozzá, ha ugyan hozzászoktak egyáltalán. Tervek, latolgatások, javaslatok, egyelőre még semmi sem biztos. Szelyek Szilvia riportját látják. Hazánkban már 10 éve hódít a szelektíven gyűjtögető életmód. Ám miközben Japánban néhány megszállott akár 60 különböző kategóriába cizellálja otthonában szemetét, s a Nyugat-Európában visszagyűjtött hulladék aránya 75%, mi magyarok csupán 15%-kal büszkélkedhetünk. Ezen az arányon kíván változtatni a küszöbön álló új, óriási vitákat keltő hulladékgazdálkodási törvénytervezet. Többek között azzal, hogy búcsút intene a kevéssé hatékony hulladékgyűjtő szigeteknek, amelyek most az újrahasznosítás egyik fő bázisát jelentik. Használat során két alapvető problémával találkozunk, és ezt a lakosság is sajnos érzékeli. Az egyik a guberálók, akik ugye a szigetes edényeket felborogatják, a tartalmukat előkiszedik, átválogatják, és hát sajnos több esetben nem is állítják vissza őket, nem raknak rendet maguk után. A másik pedig, hogy a lakosság egy bizonyos rétege illegális hulladéklerakóként használja ezeket a szigeteket. Mindent mást beledobálnak. Tehát nem olvassák el, mi van ráírva, ami a kezükben van, fogják, beledobják, putykész. Mellé is raknak, de időnként jó szándékkal. Tehát néha én is teszek le olyan üveget, amit mondjuk nem szeretnék visszavinni, mert túl macerás, és tudom, hogy itt fönt én fint lakom a Naphegy utcában, és járnak oda hajléktalanok, és tudom, hogy ők elviszik. A hulladékszigetek szabad használata helyett a családokat arra köteleznék, hogy eleve otthonukban szelektálják a szemetet, mindezt pedig részévé tennék a háztartások hagyományos szemétszállítási szolgáltatásának. Ahol átállnak erre a rendszerre, egyébként nagyon sok, például budapesti kerületben is már működik ez, ott az van, hogy a ház elé ki lehet rakni különféle zsákokban a szelektíven gyűjtött hulladékot, és onnan viszi a lakukásautó, vagy pedig a társasházban a vegyes hulladékos kukák mellé tesznek ki különféle színű szelektív gyűjtésre alkalmas kukákat. Tehát nem várják el a lakosságtól azt, hogy ingyen és bérmentve, a hátukon cipelve több száz métert adott esetben kigyalogoljanak egy gyűjtő szigetre, és kivigyék a saját hulladékukat, ami később egyébként a hulladékhasznosítók piacán komoly értékkel fog bírni, hiszen tisztán gyűjtött hulladék. Bízunk benne, hogy a hulladékkezelés területén ez egy előrelépést fog jelenteni. Az új szelektív gyűjtési rendszer mindemellett a lakossági szemétdíjak emelkedését vonná maga után. Lehet, hogy jobban odafigyelnénk arra, hogy mennyi hulladékot termelünk, és nem vennénk meg a boltban duplán, vagy akár háromszorosan is csomagolt termékeket, hiszen nem kell, a gyűjtőcsomagolásra nem biztos, hogy szükségünk van, és akkor a gyártókat is jobban rá tudnák az emberek, hogy a fogyasztói döntéseken keresztül kényszeríteni arra, hogy ne csomagoljanak fölöslegesen be dolgokat. A tervezet legvitásabb pontja nem a lakosságot, inkább a hulladékgyűjtés piaci szereplőit érinti érzékenyen. A javaslat eredményeként ugyanis a szelektív gyűjtés úgynevezett közszolgáltató társaságok kezébe kerülne. Bár alvállalkozóként beléphetnek az önkormányzatok által koordinált láncba, a magáncégek tartanak a változástól. Ők elsősorban lakossági begyűjtésből élnek meg, most nyilván, hogyha a lakosság számára is előírják azt, meg a gazdálkodó szervezetek számára is, hogy a náluk keletkező hulladékot csak közszolgáltatónak adhatják oda, akkor ugye ezek a cégek ezek nem tudnak miből megélni. És azt gondolom, hogy ez a 2000 cég, ez körülbelül egy 18-20 ezer munkahelyet biztosít, és nagyon nagy számban hátrányos és kisebbségi csoportok számára is megélhetést jelent. Nem nagyon értünk egyet azzal, amit a környezetvédelmi felelős államtitkár szokott mondogatni, hogy itt egy nagy állami
hulladékbegyűjtő és hasznosítás koordináló cég lesz, mert azért ez visszalépés lenne. Tehát valószínűleg ezt érdemes piaci alapokon meghagyni, de azért nem úgy, hogy a legnagyobb kötelezettek és a legnagyobb hulladék kibocsátók osszák itt az adukat. Körülbelül 500 000 tonna Magyarországon most begyűjtött papírhulladék, és ebből maximum 50 000 tonnát kezelnek csak jelen pillanatban a közszolgáltatók, tehát nagyon kis hányadát. Mi erre építettük fel 15-20 év alatt a rendszerünket, ehhez vásároltunk új berendezéseket, kontinereket, balázógépeket, teherautókat, és sorolhatnám még mit. Tehát igazán úgy gondolom, hogy óriási eszközigénye. Nem biztos, hogy erre az önkormányzatok szakmailag fel vannak készülve. A legvitásabb javaslatok mellett mindenki üdvözli azt a szemléletváltozást, amit a törvényszöveg címe sugall. A hulladék megelőzés eszerint fontosabb lesz az újrahasznosításnál, s ez megfelel majd a kifinomultabb uniós hulladék hierarchiának. A hulladékkezelés módjában bevezetett fontossági sorrend kidolgozásában azonban még akadnak hézagok. Az is eléggé furcsa, hogy bele van írva a törvénytervezetbe, hogy el lehet térni az uniós hulladék hierarchiától indokolt esetben, hogyha a legjobb környezeti eredmény ezt kívánja, de hát ki fogja megmondani, hogy ez micsoda, mi alapján fogják megítélni, ki az, aki ebben dönt, ki az, aki ez alól felhatalmazást ad. Ez abszolút nincsen szabályozva a törvényben. Az új tervezet megalkotása brüsszeli előírás. Hazánknak 2010. december 12-éig kellett volna törvénybe iktatni az uniós normáknak megfelelő szabályozást, azonban szakmai és zöld szervezetek részéről annyi módosító javaslat érkezett, hogy csupán az biztos. A paragrafusok nem vesznek el, csupán átalakulnak. A közeljövőben. Rácz Andrást, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet és természetvédelemért felelős helyettes.